A világ számos pontján bemutatott győzelmei után szülővárosában Miskolcon is világcsúccsa nyerte meg a nyílt kategória küzdelmeit Mészáros László. A Városi Szabadidő Központban rendezett világbajnokság zárónapján 281 kg-ot teljesített a miskolci klasszis, tovább növelve a távolságot közte és a mezőny között. Mészáros László edzőként is helyt állt, hiszen tanítványai is remek eredményekkel zárták az 500 versenyzőt felvonultató nagyszabású rendezvényt. A leglátványosabb küzdelmekkel zárult az erőemelő világbajnokság Miskolcon, ekkor léptek dobogóra ugyanis a legnagyobb súlyokat megmozgató kategória indulói. Ekkor szerepel többek között Sütő Imre is, aki Mészáros László tanítványaként küzdött a világ legjobbjainak seregszemlén, és második gyakorlatára elért 155 kg-os teljesítménnyel zárt a kategóriáját. Szintén a Mészáros team tagjaként lépett a nagy érdemű elé Tóth Zsolt is, aki teljesítette a 215 kg-ot, de a 225 kg-os kísérlet már túl nagy súlynak bizonyult számára. Ezek után következett Mészáros László, sokszoros világcsúcs tartó és világbajnok, aki 250 kg-ot teljesítve rögtön egy világcsúccsal indította versenyzését. A vetélytársaknak nem sok esélyt adva 262,5 kg-ot is szinte könnyedén teljesítette második gyakorlatával, másodszor javítva meg a versenyen a világ legjobb eredményét, így a DVTK versenyzője. De még itt sem volt vége, ugyanis utolsó kísérleténél 281 kg-ra kérte a súlyt a miskolci klasszis, aki sikeres gyakorlatával megnyerte a nyílt kategóriát, méghozzá úgy, hogy megjavította az általa korábban felállított csúcsot. Négy világcsúcs, három osztás és egy open világcsúcs. Pedig open világcsúcs is annyi volt 280,5 kg-mal, de sikerült fél kg-ot túl teljesíteni. Nagyon féltem attól, hogy nem fog sikerülni, hisz a péntek volt, több mint a 9 napja itt vagyunk a rendezvényen. De szerveztük is, pakoltunk is, és így elég fáradt voltam, de a hátsónak van egy nagyon jó csapatom, akik mögöttem álltak végig. A csodálatos eredmények háttere hihetetlenül hangzik egy kívülállónak, ugyanis a főszervezője is volt a viadalnak a miskolci erős ember, aki szinte élete párjával együtt építette fel a viadal helyszínét, figyelt az eseményekre, és azért próbált edzeni is. Arra nem volt idő, arra nem, itt voltam. Hát fejbe edzettem, láttam a többeket, hogy versenyeznek, és folyamatosan abban voltam, igen, nekem is meg kell csinálnom. Miskolcon nem lehet más csinálni, hát így miattam jöttek ki nagyon sokan, tehát teljesíteni kell. Mindezek ellenére imponáló magabiztossággal emelte fel a súlyokat Mészáros László, annak ellenére, hogy minden gyakorlatával egy korábbi rekordot döntött meg. A harmadikban pont, tehát hogy a rászára légy gyakorlatilag visszaindul, pont éreztem, hogy az volt az a súly, ami most fejbe összetudtam szedni, és én erre is készültem. Ez a 81 volt nekem, én minden versenyre úgy készülök fel, tudom, hogy mit tervezek. És, de nem mondom senkinek, mert ha nem sikerül, akkor nem égek be, de én tudtam, hogy itt ezt akarom megcsinálni. Az újabb sportági rekord elérése mellett természetesen egész embert követelt maga a szervezés is, ami nagyszerűen sikerült, hiszen egyöntetűen elégedetten távoztak Miskolcról a világ legjobbjai. Én is úgy gondolom, hogy a 500 versenyző elégedetten távozik Miskolcról, és mindenkitől pozitív visszajelzést kaptam. Nekem azt számít, hogy akik itt voltak, visszajönnek a városba, és elvigyék Miskolc város hírnevét is. 281 kg lett az új open, azaz nyílt kategória világrekordja. Vajon meddig lehet még feljebb és feljebb emelni ezeket az eredményeket, az elképesztően nagy súlyokat? Igen, van egy all-time rekordom 50 év fölött, 285 kg. Én úgy gondolom, hogy ha nem lettem volna ilyen fáradt, akkor az valószínű lehet, hogy meg lehetett volna csinálni. De idén még lesz két versenyem, azt szeretném itt nyomni azt a súlyt. Lengyelországban lesz a következő XPC világbajnokság, és úgy tervezem ott azt a 285 is felett, vagy 287 felett szeretném teljesíteni. Mészáros László csapatához tartozik, vagy ha úgy tetszik, a tanítványaként nevezhető Sütő Imre, aki világbajnokként zárta szereplését. Elfáradtam tegnap, ma a fiúknak beadogatni, nagy súlyokat, Lacinak iszonyat. Nehéz. Én tavaly évelején kezdtem ezt az egészet. Az egyik barátom szólt, hogy Lacihoz menjünk le. Laci meg azt mondta, hogy hát gyerünk csinálni. Ennyi a történet. Tavaly országos harmadik lettem. Idén országos második, tegnap a Masters-ben második, most ez meg lett a világbajnokság. Szeretném megköszönni utólag is Mészáros Lacinak ezt az egész foglalkozástól kezdve mindent. A kínjaimat, amit mindig kibír, edzéseken elvisel. Köszönöm szépen, Laci!
A másik tanítvány Tóth Zsolt a mesterrel egy kategóriában szerepelt és szombaton a negyedik helyen zárt, ám még ezelőtt pénteken ő is begyűjtötte a Masters kategória első helyét. A cél az volt, hogy tegnap meg kell nyerni, ma meg saját egyéni csúcsot kell dönteni. Ez sikerült, a harmadik fogásom nem ment ki, ezt így nem tudom megjósolni, de éreztem a tegnapi versenynek a hatásait, tehát még az izmaimba benne volt. Az eredménnyel elégedett vagyok a súlynál, a helyezéssel nem, mert hát mindenki szeretne dobogóra kerülni, dobogóra állni, de hát legközelebb a bajnok mindig úton van, a következő versenyen ott kell, hogy legyek. Ez a verseny mindenféleképpen egy kiemelt rendezvény volt, hogy itt a saját városunkban szerepelhetünk, és hogy a Mészáros László mesterünk rendezte ezt a világbajnokságot, ez külön kiemelt esemény volt számunkra. Én 15 évesen kezdtem Kyokushin karatéval. A Kyokushin karate erő karate, ezért kapcsolódott hozzá a súlyzózás. És ahogy az évek teltek, a küzdősportban már nem tudtam annyira regenerálódni az ütésekből, de megmaradt a sportnak, a versenyzésnek a szeretete, aki egyszer felállt a dobogóra, az olyan, mint egy morfium, nem akar a második, harmadik, vagy leesni róla. Ezért próbáltam egy olyan sportág felé, ami tőlem nem idegen, és jól érzem magam, hogy tudok tovább versenyezni. Nekem kell mindig egy cél, hogy tudjak sportolni. Ha nincs cél, nehezebb lemenni az edzőterembe. Erről a folyamatról tudna mesélni az esemény korelnöke, a 87 esztendősen is aktívan versenyző Keszthelyi Csaba, aki világcsúccsal zárta a miskolci világbajnokságot.